Tóthi Nóbka ebben a házban született 1932. október 23-án, Bakain haladva, végig színjeles volt, tehát summa cum laude-val végzett volna, hogyha ki nem végzik. Október 23-án, amikor kitört a forradalom, akkor ő is részt vett a nagy diák tüntetésen, és november 19-én, tehát 12-én kezdte ezt a forradalmi tevékenységet, végül egy hétről van szó, ami alapján ő a halálos ítéletet megkapta, csak december 4-én egészítették ki a vádat államellenes szervezkedés és gyilkosság vádjával. Gondolták, hogy egy vezető értelmiségű, egy fiatal lejáratásával és besározásával az egész forradalmat kompromitálhatják. A cél az volt tulajdonképpen, hogy bemutassák azt, hogy itt nem lánglelkű forradalmár fiatalok vettek ebben részt, hanem mindenre elszállt bűnözők, akik a csőcselékkel, a lumpen elemekkel szövetkeztek, ezért is mondtak be Gyöngyösi Miklós személyében egy börtönből szabadult fiatalember, aki szintén egy 20 éves fiatalember volt, de állítólagos gyilkos este eszközön, ezen a vásári bicskán, a Budli bicskán semmifajta vérnyomot nem tudott kimutatni a szerológiai vizsgálat, mert a per során kibeszélt egyszer a vallomásából, és azt mondta, hogy ha ti is kaptok evipánt, máskor máshogy fogtok beszélni, és ez az evipán egy tudatmódosítószer, amit az 1950-es évek pereinél használtak. Na most ezt az ügyet rettentő jól előkészítették, ezt még az elején mondhattam volna, mert ez volt az egyetlen a kádári véres megtorlások során, véres megtorló perek során, amelyik nyilvános volt. A többi per az mind zárt tárgyalás keretében zajlott, és itt pedig meghívták a sajtótudósítót, sőt a nyugati sajtótudósítókat is, akik pedig a lehetőleg szigorúbban ki voltak zárva ezekről a tárgyalásokról. Itt pedig meghívót kaptak, hogy tessék, hát nézzék meg, ilyen aljasok voltak a forradalmárok, nyugodtan jöjjenek. Meghívták a híradót. Tóthi Nóbka és társai nem követték el az emberölést. Ennek ellenére nagyon nehéz volt ezt semmissé tenni és eltörölni ezt a halálos ítéletet. A rendszerváltás után többször is fölmerült ennek az igénye, de nyilvánosan beismeri, hát megmaradtak a felvételek, ahol mondja, hogy igen, én követtem a gyilkosságot, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nem történt ez meg. Na és akkor 2000-ben az országgyűlés megalkotta a 130. számú törvényt, ami azt mondja ki, hogy minden olyan bírósági perben, ahol az ítélet népbírósági eljárás keretében született, ott az ítéletet semmisnek kell tekinteni. És ez alapján 2001-ben a legfelsőbb bíróság semmisé nyilvánította Tóthi Nóbka és társai bűncselekményét.